Elsőnek engedjék meg, hogy egy nagyon kedves hölgynézőnk leveléből idézzek. Többi között így ír. Elnézegetem magát esténként, olyan komoly és sovány. Anyu szerint baj van a gyomrával, de én csak az arcából tudok kiindulni. Nem emlékszem, hogy valaha láttam volna mosolyogni, pedig olyan kedves és szép munka a maguké, nem? Tudja, magát nem irigylem, de a lányokat igen. Ízlésesen és roppant változatosan öltözködnek. Meg sem kérdezem, miből. Ne tartson kíváncsi természetűnek, de nem csak az öltözködés érdekel magukkal kapcsolatban, hanem a munkájuk is. Már csak azért se csodálkozzék kíváncsiságomon, mert hiszen minden nap találkozom magukkal. Amikor idáig értem a levél olvasásában, majdnem elmosolyodtam. No de próbáljunk válaszolni erre a levélre. Hányféle bemondót ismerünk? Van női, és van férfi. Ezen belül van, ugye, szomorú. Vidám. Komoly. Derűs. Merengő. Pikás. A felsoroltakon túl még van, amit látják, szőke, azután fekete, vörös, és dúshajú, és végül enyhén kopaszodó. Satöbbi. Természetesen a hajszín a lányoknál akár naponta változhat. Azonban térjünk vissza a munkához ismét. Önök talán nem is tudják, hogy nálunk a munkát a bemondók 10 parancsolata szabályozza. Nincs kis feladat, csak a munkádat a kollégádéhoz hasonlítod. Úgy öltözködj, mintha minden nap ünnep lenne. Más ruháját és frizuráját meg ne kívánd. Én? Légy mindig pontos, elég, ha a műsor pontatlan. Munka közben ne köhögj. Munka közben ne röhögj. Szeresd úgy a kollégáidat, mintha ők is szeretnének. A rossz műsort is úgy konferáld, mintha jó következnék utána. Kollégád népszerűségét meg ne kívánd, őt se szereti mindenki. Szeresd úgy a nézőt, mint te magadat.